Köszöntöm a nézőket, én Gulybán Péter vagyok, és ez itt a Suhany velem magazin következő epizódja. Nem állunk le, tovább teszteljük az autós világ legújabb csodáit, a hibrid, plug-in hibrid és elektromos autókat. Ma egy hibrid autót hoztam, lássuk mi is ez. Tegnap pekingi kacsát ebédeltem, és akkor jutott eszembe, hogy eddig csak európai autókat vizsgáltunk meg. Ezért most evezünk kicsit más vizekre. Egy japán szamuráj karddal vágott csodát hoztam önöknek. A praktikusság szempontjából nők kedvencét. Hölgyeim és uraim, mai tesztalanyunk a Honda Jazz, annak is a Crosstar változata. Praktikus, tágas és megbízható, ezek jellemzik a Honda Jazz-t. Az 1981-ben bemutatott Honda City kis autót mondják az első generációs Jazznek. Ennek a modellnek a célja egy városi kisautó megtestesítése volt, számos változatban lehetett kapni. A gyártását 86-ban befejezték, és bizony sokat kellett várni az utód megjelenéséig. 2001-ben jelent meg a nálunk is közismert generációja a Honda Jazznek. Az autó hatalmas sikert aratott Európában szinte minden piacon. A márkának ekkora Jazz tette ki az eladások 30%-át. A sikersorozat következő modellje 2008-ban jelent meg, ami már hosszabb és szélesebb lett elődjénél. A fejtámlákat újra tervezték, melynek köszönhetően még egyszerűbb lett a hátsó ülések variálhatósága. 2010-ben és 2015-ben további Jazz modellek következtek, ám az autó népszerűsége egy cseppet sem csökkent. Mi a legújabb modellt fogjuk megvizsgálni, annak is a Crosstar változatát, amely hibrid hajtást kapott. Lássuk, mit tud a modell, mely rekordmennyiségben nyert el a zsűrik és a családok szívét egyaránt. Kedves nézőink, már be is pattantam a Jazz Crosstar verziójába. Nézzük meg, mit tud ez az autó. Várjunk csak, valamit elfelejtettem. Kivel suhanunk ma? Önök a Rádió M híreit hallották Magdórától. Egy óra múlva már Orosz Kata hozza a legfrissebbeket. Én köszönöm figyelmüket és további szép napot kívánok. Peti, neked pedig türelem, 10 perc is ott vagyok. Akkor most már tudjuk, kivel suhanunk ma. Mint mondta, hamarosan meg is érkezik, de addig tudjuk meg, ki az a Magdóra. A miskolci Lady Media Magdóra. A Rádió M-nél kóstolt bele a híradózásban 2018-ban, ám ez nem volt elég. Kiskora óta imádott szerepelni, és már 3 éves korában eldöntötte, akkori szavajárásával ő bizony bemondós lesz. Ez így is történt, ma már a rádiózás mellett hétköznap a Miskolc televízió nézőinek számol be a legfrissebb hírekről. Az ember nem tudja csak úgy kikerülni a hangját, több helyen is reklámban is női magyar hangként hallhatjuk, többek között az új miskolci Ellipson fürdőnek is a hangja. Dinamikus, pörgős életet él, ám gyorsasága nem tükrözi pontosságát. Az idő nem a legjobb barátja, ezzel van olykor parája. Ma bepattam mellém megvizsgálni a Jazz Crosstart, s egyúttal bebizonyítani, hogy a kormány mögött is nagy sztár. Azt már tudjuk, hogy Magdórával suhanok ma, ellenben azt, hogy hol van, még mindig nem. Köztudott rólam, nagyon szeret késni, de látom, már közeledik. Bocsi, Peti, késdem egyet. Semmi baj, szia, Dóri. Na mi újság, milyen autót hoztam ma neked, mi a véleményed? Nagyon vagány kis autót hoztál nekem, nagyon kíváncsi vagyok rá. Tudom, hogy egyébként a Honda Jazz egy nőies autó, egy igazi kis nőcis autó. Ez pedig, hogy Crosstar, illetve hibrid, nagyon vagányá tesz, és nagyon kíváncsi vagyok rá. Figyelj, a nőknek nagyon nagy kedvence, és ugye én is tudom, hogy te is a mindennapokban is egy kis női autót használsz. Ehhez fogod tudni hasonlítani majd ezt az autót. Na de hagyjuk is a beszédet, lássuk, mit tud az autó. Mi az első benyomásod az autóval kapcsolatban? Hát, hogy elfelejtem, hogy egy női kis autóba ülök. Minek köszönhető ez? Mondd el nekünk, kérlek.
Nagyon tágas egyébként az autó. Nagyon tágas, meg azt érzem, hogy borzasztó magasan ülök. Most így kijöttünk már a főútra, nem tudom érzed-e, hogy milyen jó futóművet kapott a Honda. Igazából valljuk be, itt egy kicsit hepehupás utakon megyünk most, úthibákkal gazdagon lévő úton, és bizony ez a futómű ez kiegyenlíti ezeket a hibákat, én úgy veszem észre. Hát én csak azt érzem, hogy gyakorlatilag suhan az úton. Az, hogy ez minek köszönhető, azt azért te tudod sokkal jobban elmondani. A kilátás az autóból szerintem kiváló. Nagyon-nagyon nagy a szélvédője is nyújtott, illetve talán elmondhatjuk, hogy nagyon sok autónál értelmetlen ez a háromszög üveg oldalt. Ezt akartam mondani, hogy ennek viszont utána olvastam, hogy a 60 szögöt gyakorlatilag 90-re bővítették, ami azért nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy ugye rendesen kilásson. És mit tapasztalsz a kormány mögött, hogy valóban használod is? Tehát ezt lehet használni? Abszolút, igen. Engem egyáltalán nem zavar. Amit hozzá kell tennünk az autóhoz, hogy ültem már egy pár automata váltós autóba, ellenben ennél az autónál nyilván köszönhető annak, hogy a Honda az egyik zászlós hajója az autó műszaki gyártásának. Nem érzem, hogy vált az autó, amikor gázt adsz neki éppen. Pedig itt kint vagyunk főúton, ugye itt már mentünk nagyobb tempóval és kisebb, és nem érezni a váltásokat. És egyébként itt akkor azt hozzátenném, hogy mekkora ötlet, hogy az üzemmódokat saját maga váltja. Ami szerintem egy nő esetében, vagy csak a saját magam nevében beszélek, borzasztó ötletes, mert én pont nem akarok azzal foglalkozni, hogy mikor milyen üzemmódban fogyaszt a legkevesebbet az autó. Csinálja magától a dolgát, ő intézi helyettem. Igen, és a Jazz egyébként városi fogyasztásra állítólag 4 literrel is alkalmas, amit nekünk az óra jelen pillanatban ugyan 5,5-öt ír, de még nagyon városi dugóban közlekedtünk. A nap végén kiderül, de nagyon keveset fogyaszt az autó, amit természetesen köszönhető a hibrid rásegítésnek is. Mi a benyomásod az előtted látott térről? Borzasztó tágas. Hát itt gyakorlatilag meg tudnák ebédelni, hogyha akarnák. Igen, előttünk egy elég nagy műszerfalrész található, ami nyújtja is az autót valamilyen szinten. Ezek az előre húzott kialakításoknak köszönhetően óriási tértárul elénk. Nekem nagyon tetszik a kijelző, már bocsánat, hogy szabad vágok, borzasztóan átlátható. Nagyok a számok, nagyok a betűk, igazából tényleg csak a lényeg van rajta, ami nekem fontos. Igen, talán elmondhatni a japán autókról összességében, hogy nem feltétlenül, mint az európai autók, vagy a nagy európai márkák, a kifinomultságra mennek rá, hanem inkább az átláthatóságra. Ebbe a Jazzbe a műszerfal, én személyes véleményem szerint nem mondanám azt, hogy szép, az sem, hogy csúnya, elemen végtelen áttekinthető. Megjelenik előttünk azt, hogy mekkora töltöttségen van a hibrid motorunk, illetve, hogy mennyi az üzemanyag az autónkban, és nekem nagyon szimpatikus az egyébként, hogy digitálisan nagy számokban jelenik meg előttünk az, hogy éppen mennyivel közlekedünk. Dóri, egyébként mesélj nekem kérlek, milyen típusú sofőr vagy? Te hogyan vezetsz általában? Érzek némi iróniát ebben a kérdésben. Azért azt tudni kell, hogy Péter pontosan tisztában van azzal, hogy milyen sofőr vagyok. Elég dinamikus. Ez mondjuk abból következik, hogy állandóan rohanok, mindig sietek, meg mindig úton vagyok. Nagyon praktikus, hogy kis autóval járok. Azért ez nálam elég fontos szempont, általában munkába is késéssel érek, tök jó, hogy kis parkolóhelyre is beférek. Viszont nagyon tetszik ebben az autóban, hogy attól függetlenül, hogy kis autó, attól függetlenül borzasztó tágas. Nekem azért az is elég fontos szempont, hogy tudjak pakolni. Tehát akkor ebbe az autóba végül is meg tudnál barátkozni a dolgokkal. Hát meg. Egyébként meg igen. Hogy vezetsz, te mesélj kicsit erről, milyen a vezetési kultúrád, a te temperamentumod? Hát szerintem egyébként is elég temperamentumos vagyok, meg elég dinamikus. Ez azért megmutatkozik a vezetési stílusomban is. Nem vagyok bakmerű, azért azt szeretném kiemelni, de dinamikusan vezetek. Tehát nem tötymörgök. Hogyan szoktál autót választani? Hogyha te autóvásárlás előtt állsz, mi az, amit szempontként figyelembe veszel? Nagyon fontos a kényelem. Meg hát persze, mint minden nő, azért rámegyek a formára, hogy mennyire tetszik, milyen színe van. Én egy Fiat 500-assal járok, egyszerűen imádom. Viszont most már egyre jobban azt érzem, hogy kezdem kinőni.
Na Dóri, megálltunk a kis crosstárunkkal. Mi az első benyomásod így az autóról kívülről? Hát nagyon szép, azért az látszik, hogy itt a crosstár esetében azért legömbölyítették az autó elejét. Nagyon precíz munkát végeztek. Azon kívül szerintem, ami nekem egyből szemet szúr, a műanyag idomok, kedves nézőink, amik bizony arra utalnak, hogy nem egy sima jazzzel van dolgunk, hanem bizony ez egy terepjárós verzió, egy kisvárosi SUV, bár terepmenet teljesítménye nem feltétlenül a terepjárókéval vetekszik, ellenben ezzel az akadállyal bizony megküzdött a crosstár. Azon kívül, hogyha haladunk tovább, láthatjuk, hogy a Honda nagyon kifinomult vonalakat használt, akár csak a lámpa kialakításokat, ha nézzük, vagy itt a lökhálítót, nagyon szépen le vannak gömbölyítve az idomok az autón. Oldalt ugyancsak szembetűnő, hogy alul végig a műanyag elemek mennek az autón, ami a sima jazz esetében nem így van megtervezve. Aztán, hogyha észreveszünk, hogy mi lehet még a crosstárra utaló jelenség az autón, az bizony a tetőcsomagtartónak a helye, ez a sima jazzen nem található meg. Itt az autó hátulja, éppen is egyből ami szemet szúr nekem, az a Honda jel, ami körül egy kék keret található, ez nem minden Hondán található meg. Dóri, beszéld kicsit nekünk arról, hogy mit jelent ez az autón. Hát ugye azt jelöli, hogy hibrid az autó. Így van, és nagyon fontos az EHV felirat, ami ugyancsak arra utal, hogy ebben az autóban bizony hibrid motor lakozik. Egyébként tudni kell, hogy mind a Jazz, illetve a Jazz Crosstár esetében egy 1.5-ös benzines hibrid motor dolgozik. Az 1.5-ös benzinmotorhoz az elektromos hajtás csatlakozik hozzá. De akkor szerintem mi fontos egy nőnek, Dóri? Hát természetesen az, hogy minél jobban elférjek a csomagtartóban. Itt pedig azért van egy praktikum, amit gondolom bemutatunk most. Igen, de szerintem először nyissuk fel a csomagtartót. Ez közel 220 literes. Igen, 220 literes a Honda Jazznek a csomagtartója, de ugye tudni kell, hogy a kategóriájában a Jazz a legjobb a praktikumokban. És ezt a jazzesek egyébként ismerik is, hogy ugye dönthetőek az ülések. Tehát hamarosan megmutatjuk, kedves nézőink, hogy hova tudnak még pakolni az autóban. Haladjunk tovább. A közel 200 literes csomagtartó mellé bizony még adnak nekünk lehetőséget a pakolásra, ugyanis a hátsó ülések többféle verzióban, többféle módon hajtogatható. Tehát, ha éppen egy mosógépet vásárolunk, csak felemeljük az üléseket a másik oldalon is, és befér bizony a csomagtartóba. De hogyha éppen egy nagyobb bútort szállítunk, akár valamelyik összerakhatós bútoráruházból, vagy mondjuk egy sportra indulunk, csak ledöntjük az ülést, és már is pakolhatunk. Óriási helyet kapunk, ez nagyon egyedi tulajdonsága a jazzeknek már az első generációk óta, és bizony ezt nagyon szeretik a vásárlóik. Körbeértünk, ugye mindent megmutattunk, viszont egy dolgot kifelejtettünk, mégpedig azt, hogy mi hajtja. Most ez az én számból elég vicces lenne, hogyha én mutatnám be, úgyhogy kérlek, Peti, mutasd meg nekünk, hogy mi van a motorháztető alatt. Teljesen igaza van Dórinak, nyissuk fel akkor a jazzt, és lássuk, mi hajtja. Na, Peti, hát azért itt egyébként elég szépen bepakoltak mindent ebbe a kis térbe, nem? Így van, a Hondának, ahogy felnyitjuk a motorházfedelét, láthatjuk, megtalálhatjuk az 1500 köbcentis benzinmotorját, illetve egy feliratot, hogy bizony nem csak egy benzinmotorral van dolgunk, hanem egy hibrid technológiával, tehát villanymotor is megtalálható, ami hátul helyeztek el az autóban. Egyébként az autó első kerekes, a hibrid motorral együtt a benzines motor közel 109 lóerőre képes. Na hát akkor megérkeztünk az autó belsejébe, Dóri. Hogy tetszik neked? Mi az, ami először megfog az autó belsejében? Hát engem mindenképpen ez a kétülős kormány, mert szerintem annyira sportos ettől, tehát elveszíti ezt a csajos jellegét is, abszolút sportos, illetve van rajta egy csomó hasznos gomb. Például ugye a sávtartás, amit idefele egyébként éreztem is, tehát hogyha úgy érezte, akkor ő beleszólt, illetve ugye tudsz telefonálni, nem kell gyakorlatilag elengedni a kormányt, ugye hangerőt tudsz állítani, hogyha esetleg zenét hallgatsz. Nagyon meglepő a Hondánál, hogy már a legkisebb modellébe, a Jazzbe is beletett olyan funkciókat, ami a vezetés segítik. Legyen ez a távolságtartó tempomat, a sávtartó rendszer, ami, mint Dóri tapasztalta, aktívan dolgozik az autóban, és ezen kívül tényleg a kormányról szinte mindent tudunk vezérelni az autóban. Na de haladjunk tovább, Dóri. Hát akkor én tudom, hogy ez is egy kicsit csajos, de kiemelném. Tehát az, hogy két töltő van itt elől, nagyon praktikus, illetve van ugye a szivargyújtó, ami 180 wattos, tehát a laptopomat is tudom tölteni, ami az én esetemben egyébként
ez egy tök jó funkció. Igen, a Honda gondolt arra is, hogy nem vitte túlzásba a műszerfalat, ellenben nagyon hasznos dolgokat helyezett el rajta. Ha vesszük a két USB-be menetel mellett valóban a 180 wattos szivargyújtót, az nagyon nagy segítség pont egy rohanó életet élő ember számára, hogy akármelyik készülékét, amit a mindennapokban használ, akár menet közben is tölteni tudja. Mindemellett nagyon minimál. Hát, hogy amikor elindultunk, azért tényleg, mikor beülsz egy új autóba, azért figyelgetni kell, hogy hol vannak a gombok, hol tudom a klímát állítani, vagy bármi. És itt egyből tudtam, hogy hova kell nyúlni, mert annyira le van minimalizálva. Igen, valóban így van, tehát a klímarendszerünk is egy középső sávon van. Ezen kívül, hogyha beindítjuk az autót, látjuk, hogy a középkonzolt is megoldották nekünk mindösszesen egy tablettal, aminek a kijelző minősége nagyon jó. És tudod miért? Mert hogy a 4.0-as Androidot fejlesztették, tehát sokkal gyorsabb, meg egyébként sokkal szebb a képe is. Így van, és rengeteg funkciót el tudunk látni rajta, és most már átláthatóvá tette a Honda. Az elődje ennek a Hondákba kicsit átláthatatlan volt, és lassú is talán, ellenben most már könnyen egy-két gombnyomással mindent megtaláltunk rajta. Navigáció szerintem teljesen átlátható az autóban, teljesen jól működik. A telefon, hogyha csatlakoztatjuk, azonnal megtalál mindent, a zenei felület ugyancsak kezelhető, illetve a Bluetooth rácsatlakozással a saját lejátszási listáinkat is játszhatjuk. Azon kívül, ami még nagyon-nagyon szemetszúró a Honda Jazzben, hogy a műszerfal nyújtva van. Ezáltal az autó egy ilyen nagy autós érzést ad nekünk, azt kapunk benne, főleg, hogy ennél a Crosstar-nál még a magasság is meg van emelve, így tényleg azt érezzük, hogy egy kis SUV-ban ülünk. Ha már a biztonságnál tartunk, azért azt szeretném elmondani, hogy ez az első autó, ahol ilyet tapasztalok, vagy ilyet látok, hogy itt kettőnk között azért van megvastagítva az ülés, mert hogy itt is van egy légzsák. Tehát, hogyha esetleg oldalról belénk jönnek, akkor ide is kinyílik közénk egy légzsák, ezáltal ugye nem fejelünk össze. Igen, a Honda Jazzben egyébként 10 légzsákot helyeztek el, azon kívül a Honda nagyon figyelt arra, hogy az euró szabványoknak biztonságilag is megfeleljen. Mind a gyalogos védelmi és kerékpárvédelmi rendszer is benne van az autóban, tehát hogyha ő előttünk mozgás, gyalogos, biciklist érzékel egy ködben, bizony közbe fog szólni. Kicsit beszéljünk a rekeszekről is, mert hogy egyébként van egy csomó hely, ahova lehet pakolni. Azért ez egy nő esetében megint csak nagyon jó, hogy tudunk lomolni, azért ez nekünk mániánk. Itt is van egy nagyobb, illetve itt is van egy nagyobb rekesz, oldalra is tudunk pakolni, és egyébként annyira kényelmes, hogy már bocsánat, hogy így közbevágok, hogy a könyöklő, a két könyöklőnek a mérete ugyanolyan magasan van. Igen, és ezt tudni kell, hogy azért van, mert ez prémium kategóriás autókra jellemző, hogy a Honda odafigyelt arra, hogy egy vonalba tudjunk elhelyezkedni a kis autónkba. Azon kívül ezek a rekeszek, amiket Dóri már említett, mind azért vannak, hogy egy kis család, illetve egy nagy család is egészen otthonosan be tudja lakni az autót. Egyébként azt gondolom, hogy ebben az autóban egy kis család is elfér, kényelmesen. Így van, méghozzá azért is, amit hamarosan megmutatunk, kedves nézőink, ugyanis a Jazzben nem csak elől, hátul is óriási a hely. Akkor lássuk, mekkora a hely hátul az új Honda Jazzben. Az ajtót, ha kinyitjuk, láthatjuk, hogy nem megszokott, hogy szinte 90 fokban nyílik az ajtó. Nézzük a helyet. Hát bizony, ha beülök, nekem jó hosszú lábaim vannak, én itt terpeszbe ülök kényelmesen, és a fejemet sem vágom be a tetőkárpitba. Egyedül abból tudom, hogy egy kis autóba ülhetek, nem egy nagyban, hogy a céloszlop bizony itt a fejemnél kezdődik. Peti, megnéztük kívülről, belülről az autót, eddig én vezettem, nekem nagyon-nagyon tetszett, viszont most átadom neked is a kormányt, próbáld ki. Alig vártam ezt a pillanatot, lássuk, mit tud az autó.
Dani, ha már így átvetted a kormányt és egy crosstárral van dolgunk, gondoltam, nézzük meg egy kicsit enyhe terepen is az autót. Az első benyomásom az az, hogy bár nem négy kerék meghajtású az autó, a magassága, amivel ez egy emelt verzió, kifejezetten jól tűri ezt a kicsit hepehupásabb utat. Nekem nagyon meggyőző eddig így terepen. Persze ez köszönhető szerintem a kiváló futóművének is, a Hondának. A kormány nekem, te nagyon dicsérted, hát azt kell mondjam, hogy én egy kicsit először idegenkedtem ettől a kétkülős verziótól, most egészen tetszik, és nagyon könnyed vezetni ezt az autót, már-már dodgyemes érzésem van benne. Nagyon kényelmes az ülés, iszonyatosan ki van párnázva, nagyon jó az ülés pozícióm, magasan ülök, tényleg megvan a feelingje annak, hogy egy kis SUV az, amit éppen hajtok. A kormány ez nagyon finoman reagál, pont úgy mindenre, amit én akarok. A magas ülés pozíció, a kilátás, tényleg, hogy a szélvédő is egy nyújtott szélvédő, kifejezetten tetszik. Nekem ez a háromszög megoldás oldalt, bár segíti a vezetés, nekem furcsa. Ugye nem ehhez vagyok hozzászokva, nem ilyet vezetek, de biztos vagyok benne, hogy előnyére válik a használójának. A kijelző, mint már említetted te is, nem a megszokott. Nekem kicsit zavaró, hogy nincsen fordulatszám mérőm éppen, vagy órák nem tárulnak elém, de mindemellett, ami pozitívum és kiemelendő ezzel a műszerfallal kapcsolatban, hogy nagyon jól átlátható. Tehát a Honda tényleg odafigyelt arra, hogy minden egyes lényegi információ itt legyen előttünk. Tényleg ez az akkumulátor töltöttségi szintet megmutatja nekünk, üzemanyagot, végsebességet, átlagfogyasztást. Úgy gondolom, hogy ettől többet nem is nagyon kell mutatnia egy autónak. Furcsa, azért mi mind a ketten órához vagyunk szokva, meg hát szerintem többnyire majdnem mindenki. Ez egy kicsit más, de szerintem ez hát csak... ez is a jövő, valószínűleg egy kicsit futurisztikusra tervezte a Honda. A menetstabilizátorok nagyon-nagyon jók. Érzem, hogy amikor egy kicsit letérnék a sávról, ellenkormányoz az autó, ellenben néha zavaró is, olyan szempontból, hogy most jelen pillanatban egy szerpentines úton jövünk a bükkbe, és a helyes ívet véve a felfestéshez akar igazítani nekem az autó kanyarodását az autó. Fura. Nem vagyok hozzászokva ehhez. Igen, ellenben... kicsit olyan, mint hogy hát akarná venni az irányítást. Igen, ez így igaz, ellenben az, ami mellette szól, hogy tényleg ez is a prémium autóba található, meg a felső kategóriásokba, és a Honda mégis beletette a legkisebb autójába is. Na és mit szólsz, Peti, a könyökülhöz? Egyből az nagyon-nagyon jó. Tényleg az az érzésem van, hogy nem egy kicsi autóba ülök, hanem már egy felső középkategóriás autóba. Egy szinten kényelmesen van a könyököm, magasan ülök, iszonyatosan kényelmes az autó. Ha már itt járunk, hogy a Honda mennyire figyelt a dolgokra, sok kritika érte az előző verziójú középkonzolokat. Ahogy említetted már te korábban, ugye ez a 4.0-es rendszer gyorsabbá tette. Valóban gyorsabb, valóban áttekinthetőbb, de azt kell, hogy mondjam, hogy számomra még mindig vannak olyan menüpontjai, ahol többféle betűtípus, többféle betűméret, kicsit mondhatni áttekinthetetlen. Ellenben a gyorsaság a tényleg javult, és nem érheti kritika a gyártót ezzel kapcsolatban. Hát Dóri, akkor ezzel mai tesztünk végéhez értünk. Milyen élményekkel gazdagodtál ma? Mit tapasztaltál a Honda Jazz Crosstárral kapcsolatban? Nekem nagyon tetszik az új Jazz külseje, viszont ami igazán lenyűgözött, az a belseje volt. Én azért így napvégére leaggatnám róla a kis autójelzőt, mert szerintem azért ezt abszolút kinőtte, sokkal tágasabb, mint egy átlagos kis autó. Arról ugye nem szabad megfeledkezni, hogy környezetbarát, ugye a hibridnek köszönhetően alacsony a fogyasztása. Úgyhogy így mindent összegezve, praktikussága és méretei miatt én nyugodt szívvel ajánlanám akár egy kis családnak is. Én is ajánlanám nagyon bátran, ugyanis én is, ahogy most vezethettem az autót, azt tapasztaltam, hogy nem egy kis autóban ülök, hanem igenis egy kis családnak tökéletesen megfelelő autóban. Mindamellett a hibrid hajtás, a környezettudatosság
iszonyatosan jó és élvezhető az autóban. Dóri, én nagyon szépen köszönöm, hogy ma velem tartottál és segítettél letesztelni a Honda Jazz Crosstar változatát. Én köszönöm, Peti, óriási élmény volt. De én még tartozom valamivel önöknek, ismét van nyereményjátékunk. Nincs más dolguk, mint a megszokott módon az általunk feltett kérdésre a posztunk alá megírni majd a helyes választ, lájkolni a posztot és követni minket Instagram oldalunkon. A szerencsés nyertes az Univercar Kft. Felajánlásával tesztelheti az általam tesztelt autót, illetve egy ajándékcsomagban is részesül. Suhanjanak velem legközelebb is, viszontlátásra! Műsorunkat támogatták. Univercar Kft. BMH Nonprofit Kft. Remix Beton Kft. Stabil alapot szállítunk. Bagaméri Üléshúzat Kft. A műsort támogatta a BMH Nonprofit Kft. Borsodaba-Újzemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója. Maradjon velünk körforgásban!